Az 1950-es években Szekszárd arculata a mezővárosi léthez hasonlított. Ipari tevékenységet legfőképpen nagyüzemi szinten nem végeztek. Éppen ezért volt ipartörténeti értékű lépés a vasipari vállalat létrehozása, mely az első fecske volt a város iparosodásának történetében. Németh Antal fiatal mérnökként került a céghez, és részese volt annak a fejlődésnek, melyet a vasipari néhány év alatt befutott. 51-ben egy vállalatot hoztak létre. Ez a vállalat nagyon kicsi volt, néhány főből állt, és majd aztán évről évre követően duplájára, meg annak a duplájára emelkedett a bevétele is, tehát az egész megyébe dolgoztak vasszerkezeti munkákon. Itt már egy eléggé, hogy úgy mondjam, én magam sem tudom, de olyan komoly, nagy szakmunkás gyakorlattal tettek szert, hogy aztán majd a vasipari vállalat egy 5 év múlva azzal, az volt, akkor nevezték el vasipari vállalatnak, sokkal szélesebb körű munkát végeztek. Németh Antal 1968-tól vett részt a termelés irányításában. Addigra a vasipari már 500 főt számláló ipari üzemmé fejlődött. Az egykori vezető azt mondja, meglepően magas szakmai felkészültség jellemezte a szakembergárdát. Ezt tette lehetővé, hogy nekivágtak egy olyan sikerrel kecsegtető kísérletnek, melynek keretében olajkályhák hagyták el a gyárat. Egy vagy két szakmunkás olyan újítással saját maguk összeállítottak egy olajkályhát, amelyik egy hőcsöves olajkályhát, amelyik valóban egy jó hőátadó tényezővel rendelkezett, és ezzel az egész országban, amikor nagyon nagy volt akkor az olajkályha iránti kereslet az egész országban, és két cég gyártotta már akkor, és mi voltunk a harmadikak. Ez a konstrukció egy nagyon jó, elvileg egy nagyon jó konstrukció volt, de gyártásra nem volt alkalmas. Annak ellenére legyártottak jó nagy mennyiséget, és ez bizonyos nehézséget okozott, és így a vállalat majdnem mondhatnám azt, hogy csődbe ment. És ebből indultunk el, a megyei tanácsnak a tulajdona volt egyébként a vállalat, sajnos nem adott semmiféle tőkeinjekciót, viszont nagyon fölkaroltak bennünket a nagykereskedelmi vállalatok. Volt 5 ilyen vas nagykereskedelmi vállalat, akik adtak nekünk előre pénzt, de megszabták, hogy mennyit kell azért nekünk produkálni, hány darab kályhát, annyira nagy volt a kályha iránti igény. A gyártásnak a megszervezése, a hatékonyságnak a növelése, tehát egy gyári tevékenységet kellett tulajdonképpen itt kialakítani ebben a városban, amivel meg tudtunk olyan mennyiséget is csinálni, hogy a végén már 100 000 darabot, a legutolsó évben, ami 100 000 darabot terveztünk, de akkor az nem sikerült azért, mert megközelítettük, mert közben ugye az olajválság miatt nekünk, vagy legalábbis igen, olajválság volt, amiatt az olajkályhát letiltották. Az olajkályhát gyártása 1975-ig folyt. A gyártmány egyébként BMW nagydíjas lett, ami abban az időben kiemelkedő presztízsű elismerésnek számított. A dolgozók pedig, ahogy Németh Antal mondja, rendkívül büszkék voltak a gyártmányukra. Abban az időben az új gazdasági mechanizmus néven ismert gazdaságpolitika eredményeként a vasipariban dolgozók jelentős nyereségrészesedést vihettek haza. Olyan nyereséghez, nagy nyereségünk volt, és olyan nyereség részhez jutottunk, hogy a vállalatnak a dolgozói kezdetben egy hónap, aztán két és fél hónap fizetéstöbletet kaptak egy évben.
nyereségrészből. Hát ez aztán a vállalatotnak az imázsát nagyon megnövelte. Így tudtunk, aztán nagyon komoly szerszám, lakatos szerszám műhelyt létrehozni, mint egy 50 fővel, az egy óriási lehetőség volt itt az egész környéken, nem volt ekkora szerszám gyártócsoport. Ez volt nekünk egyébként a termelékenységünknek lehetősége, nagy lehetőséget adott. Már 51-ben, amikor már megalakultak, azt követően ez a vasipari vállalatnak mindig nagy ipari tanuló gárdája volt. Tablók vannak az én kutatásom névén, ezekre jutottam, hogy egy ilyen ipari tanuló iskolának az egy éves tablójának mintegy 70%-a nálunk a mi tanulónk volt. A vasipari vállalat gyártási profilja 1975-től alakult át és változott meg gyökeresen. Ipartörténeti értéke hatalmas, és Szekszárd gazdasági arculatában bekövetkező változására gyakorolt hatása is elvitathatatlan. Németh Antal egy összefogó munkát készített a vasipari történetéről. Kár, hogy azok, akik ennek a gyárnak köszönhetik jelenlegi létüket, nem értették és nem támogatták abban, hogy a cégtörténet nagyobb közönséghez is eljusson, és nem mérték föl e munka jelentőségét.